választottak engem ezelőtt 27 évvel elnöknek, és azért nem nagyon tudok a zsinagógáról beszélni, mert néha elkap a könyvet, ami úgy érzem, hogy amit rám bíztak a 27 évvel ezelőtt, ezt az épületet például, ezt nem tudtam úgy megmenteni, hogy az utókornak is megmaradjon. Remélem a hosszú utánjárás valami segítséget valamilyen formában meg fogjuk kapni, és akkor méltóan tovább tudom adni a fiataloknak, a Miskolci zsidóságnak, hiszen már nekünk csak ennyi maradt. Nem mondták el a bevezetőbe, hogy még volt kettő ilyen nagy darab, illetve ilyen nagy befogadó képességű zsinagóga, amit szintén le lett bontva, és azon kívül sok kis zsinagóga, Diósgyőrbe, Helyő Csabán, egy kb. 16-17 ezer zsidó ember ért, akkor még külön volt Diósgyőr, külön volt Helyő Csaba, még talán Peretes is külön volt, és itt óriási hitélet folyt. Olyan emberek voltak itt, és ez egy különlegesség ennek a zsinagógának, hogy ezek egy vallásos emberek, akik nagyon hittek a vallásukba, és mindent megtettek, nem csak a saját érdekükben, hiszen a szemben lévő minorita templom, amit nem tudtak befejezni a minoriták, ők nyújtottak segítséget, hogy befejezzék, hogy ez a környék megszépüljön, szép legyen. Ezen kívül az első világháborúval elküldött embereknek építettek, a visszatérőknek, mert tudták, hogy sok a sebesül. Elkezdték építeni, nem tudom, ki ismeri, a tüdőkórháznak az alsó szintjét ő építették meg. Emlékművet állítottak itt a elhunyt emberek emlékére. Tehát a városért nagyon sok mindent tettek. Ahova járok, ügyvédi kamara, el nem tudom mondani, ott mindenütt megemlékeznek, mindenütt táblák vannak, hogy itt ilyen emberek dolgoztak, és segítettek a városnak, segítettek a környező falvakban lévő embereknek. Tehát ez egy olyan közösség volt, hogy szinte egyedülálló. Ez a Borsod megyei rész, egészen Sátorajaújaig, ahol születtem, az egy megér egy másik misét, mert ott körülbelül a lakosságnak a 40%-a egy zsidó ember volt, és nagyon nagy volt az együttélés a keresztény emberekkel. Mesélték nekem, hogy szombaton, mi szombaton jártunk a zsinagógába, vártak bennünket a keresztény emberek, illetve a apáinkat, nagyapáinkat, és elmentek közösen meginni és stamperlit a kocsmába. Vasárnap elmentek a keresztény templom elé a zsidó emberek, és elmentek közösen meginni. Közben kátyáztak és iszogattak. Most még azt akartam, hogy a rabbival, hogy most nekünk ünnepeink lesznek, most jön az új év, és jön a Jom Kipur, ami egy olyan emlékezetes nap, hogy ezen a környéken, nem tudom a többi részen hogy volt, mert más zsinagógákban szinte nem is voltam. Itt van egy olyan szokás, hogy amikor jön a Jom Kipur napja, és egy bizonyos ima jön, mindenkinek ki kell békülnie. Ezt be kéne vezetni az országba legalább. Tehát van egy bizonyos ima, rész, amikor a fiatalabbnak, mert akkor is összevesztek emberek, inkább ilyen gazdasági dolgokba összevesztek emberek, de aznap mindenkinek ki kellett békülni, és a fiatal oda ment az idősebb, és mondta, hogy Józsi bácsi, bocsánatot kérek. És ebből aztán kijöttek a könnyek a szemükből, és kívánok, hogy legyen egy olyan nap itt is a Magyarországon, hogy egyszer mindenki kibékül, mindenki jóba lesz, és nem lesz semmi probléma. Másnap összelett természetesen veszni, ezt nevet föl. Ez a zsinagóga, még csak annyit, hogy azért különleges, mert a többi, amíg a Dohány utca, mivel hasonló a Dohány utca egy zsinagógával,
hogy nekünk a középen van a tóra, olvasó szekrény, akár be is mehetünk, de nem nagyon szeretem, meg az se jó ez a ott állnak, mert hullik le a vakkolat, hogy így inkább egy picit közelebb jönnének. Ez egy ortodox zsinagóga, az országban élő zsinagógában van, csak ez az egyetlen egy zsinagóga működik, mint ortodox zsinagóga. Hát röviden, hogyha van valami kérdés, mert nagyon sokan jönnek fiatalok, sokat kérdeznek, hogy mitől kóser a marha, kérdeznek olyan dolgokat, ami még az embert meglepi, hogy mitől zsidófiú. Tehát elég sok mindent kérdeznek, úgyhogy ha önöknek is van valami kérdésük, nagyon szívesen válaszolok.